Vácon nem egyszerű győzelemmel eljönni, a Győr és a Fradin kívül, hát sajnos nekünk sem sikerült ott pontot szerezni. Nem tudtuk azt a domináns játékot játszani, amire készültünk. Egy kicsit lassabban játszottunk, mint amire én számítottam, meg ami eddig jellemző volt ránk, és hát ezért tudtak minket olyan helyzetekbe kényszeríteni, amik nem voltak tiszta lövő helyzetek. Nem is abból vállaltuk el, amiből szerettük volna. Az egy-egyekben most alul maradtunk, mind védekezésben, mind támadójátékban, de én nem is szeretnék többet ezzel foglalkozni, mert előtte akár Debrecenben, akár itt a Dunai Város ellen, tehát egy nagyon-nagyon klassz és nagyon megbízható teljesítményt nyújtott a csapat. Úgyhogy most sok időnk nincsen, hiszen ugye Siófok kérésére elmozdítottuk a mérkőzést, úgyhogy a szerdai napon fogunk a Siófokkal játszani. És hát két napunk van arra, hogy tegnap még reggel álltak a lányok, ma pedig már teljes erőbedobással a Siófokra készülünk. Azt láttuk, hogy hétvégén egy kiváló játékkal döntetlent játszottak a dán csapattal. Hát azt gondolom nem nagyon kell felsorolnom, hogy ki mindenki alkotja a Siófok csapatát. Egy ízig-vérig profi, mindenféle szempontból rengeteg tapasztalattal rendelkező játékos válogatott klasszisok. Én azt gondolom, hogy nekünk maximálisat kell nyújtani itthon. A tét azon kívül, hogy szeretnénk nyilván most itt az adódó lehetőséget kialakítani, hogy esetleg visszaszerezzük a hatodik helyet, de semmiképpen sem teher alatt kell játszanunk, egy felszabadult játékot kell játszani. Egyetlen egy esetben lehet esélyünk, hogyha egy picit is kihagy a Siófoknak a figyelme, mert azt gondolom, hogy ezeket a klasszis játékosokat nagyon-nagyon nehéz lesz mind a védekezésben, mind a támadásban tartani.